tárogató zenéje adta meg a történelmi légkört azon a könyvbemutatón, amelyet a Sátoraljaújhelyi Városháza dísztermében szerveztek meg a Magyar Kultúra napján. A kiadvány egy érdekes útikönyv, amely Rákóczi fejedelem nyomában kínál utazási programokat, ám olyan tematikával teszi mindezt, amelyet egy modern útikönyv megkíván. A kiadványban természetesen hangsúlyos szerepet kap Zemplén, Rákóczi földje, ezért is esett a választás vidéki bemutatójaként Sátoraljaújhelyre. Nekem ez azért tetszik, mert szerintem bármilyen korosztály megtalálja ebben a kötetben, ha utazási célt keres magának, azt, amit érdemes kiválasztani, és azon belül nem csak mindig az elvont és magas és történelmi és kulturális részek megtekintése az, ami fontos, hanem az is, hogy egy 18 éves fiatalnak, hogy hol lehet kikapcsolódni. A könyv első inspirációja a Határtalanul program volt. A szervező pedagógusoknak szerettek volna egy összefoglaló úti tippeket adó kiadványt. Ezt a célját maximálisan teljesíti ez a könyv, mondják azok a pedagógusok, akik már évek óta szerveznek ilyen utakat. Ez a kötet még nagyon-nagyon hasznos lesz azoknak a tanároknak, akik már szerveznek, jelen pillanatban is van beadva a pályázatuk, és majd viszik a diákokat. Örömmel fogják szerintem forgatni, és hasznosan fogják forgatni. A Rákóczi nyomában Kárpát-medence útikönyv sok fotós illusztrációval, konkrét túraútvonalakkal, jól tematizált bemutatókkal, friss és hasznos információkat nyújt a kirándulóknak. Gyalogos, autós vagy vonatos formában indulnak is el. Egy-két napra, de akár egy hétre szóló úti tervet is össze lehet benne állítani. Igen alaposan kibontja a magyar és a környező országok magyar vonatkozású látnivalóit. Sőt, Rákóczi nyomán egészen Rodostóig utaztatja az olvasókat. Legyen egy igazi nagy Kárpát-medence útikönyv, ami a Rákóczi nyomában túra ötleteken túl, ami ugye a Rákóczi emlékév miatt lett Rákóczi nyomában, azon túl egy olyan komplex kötetté váljon, ami tulajdonképpen a legfontosabb kárpát-medencei turisztikai, kulturális értékeinket mind-mind szerepelteti a kötetben. Így valóban egy olyan munka keletkezett, olyan munka született, ami azt gondolom, hogy tanulságos, izgalmas, történelmi, turisztikai, kulturális olvasmány, és fontos ötlettár azoknak, akik 3-4-5 napos utazásokat szerveznek, akár gyalogos utak is választhatók ez alapján, de autóbuszos, buszos, vonattal történő utak szintén. A könyvet Magyarországon a pedagógusoknak és a határon túli pedagógus szervezeteknek ingyen juttatta el a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, de a szerkesztők tervezik a túraútvonalak elektronikus megjelenését, amely az év közepére várható.